Sziasztok, Zsolt vagyok. A mai videó ilyen mókás lesz, mert nagyon tréfás kedvemben ébredtem. Ami történni fog ebbe a videóba, az az, hogy összekotyvasztottam itt mindenféle tisztítószert, és megnézem, hogy sikerült-e valami hűde szuper felni tisztítót gyártani belőle. A Chemical Guys-nak a Diablo Gel nevezetű pH-semleges felni tisztító samponja lesz az egyik alany, ami bele lett keverve, majd szintén a Chemical Guys-től a Signature Wheel Cleaner, aztán az RR Customs-nek a Traffic Film Removere, valamint az ADBL Vampire Liquid. Körülbelül fele flakon töltöttem meg, itt a Dunkin' Biscuit meltes flakonba lesz a kotyvalék. Körülbelül félig töltöttem meg ezekkel a mindenféle keverékekkel, majd adtam hozzá egy kis desztillált vizet. Sikerült is beszerezni egy jó kis koszos felnit, hogy leteszteljem. Ahogy mondtam, ez egy tréfás videó, tehát ne feltétlenül csináljátok utánam. Csak szerettem volna kipróbálni, meg megmutatni. Úgyhogy kezdjük is. Szokásos tesztnek fogjuk alávetni őket. Először csak ráfújom a száraz kerékre, majd leöblítem. Aztán a leöblített kerékre fújom rá, és úgy öblítem utána le. Utána pedig ugyanezt, csak ecsettel bedolgozva is. Úgyhogy kezdjünk is hozzá! Lett rossz, de nem is hozott le mindent, de rengeteg lejött amúgy, ahhoz képest, hogy mennyire mocskos volt a kerék. Menjünk is tovább a következőre. Hogy várható volt, ugye innen se hozott le mindent ebbe a verzióba. Körülbelül hasonló az eredménye, mint a száraz kerékre felfújt verziónál. Menjünk is tovább. Így lehozott nagyjából minden szemmel látható koszt ez a kotyvalék. Menjünk is a következőre.
Hát a móka kedvéért akkor egy kis konklúzió, amúgy a szaga fertelmes volt használat közben, tehát ez a négy kemikália összeborítva, ez így nem adta a jelet az illatára, de amúgy működött, de értelemszerűen egyébként külön-külön valószínűleg hasonló eredményt értem volna el mindegyikkel. Így, hogy most az, hogy össze lettek kever, vagy mennyire segített, vagy nem, nem tudnám megmondani. De ez csak egy vicc volt, kis kora reggeli tréfarépa. Úgyhogy ezzel ez a videó ennyi is volt, ha tetszett, dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsétek el megnyomni a kis csengettyűt, így nem maradtok le ilyen és ehhez hasonló videókról. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és legyen szép a napotok. Sziasztok!